Úgy tűnik, a komor szürke télnek már mindenki búcsút mondana a városban. A József Attila kollégium lakói is úgy döntöttek, egy vidám, bolondos délutánnal köszönnek el az évszaktól. Falsangi rendezvényükön számtalan jelmezbe bújt csoport késztette nevetése az egybegyűlteket. A fiatalok humoros műsorszámokkal is készültek, így a közönség nem csupán az öltözékeken, hanem az ötletes jeleneteken is mulathatott. Felvonult a törpék csapata, majd a táncos lábú fiúk is megjelentek a színen látványos bemutatójukkal. A jelenlévők, még ha csak képzeletben is, egészen Egyiptomig utaztak, ahol találkoztak a fáraónővel és az alattvalóival. Nagy sikert aratott a népszerű televíziós talkshow-kat idéző produkció is, amelynek műsorvezetője és különc vendégei gondoskodtak a hangulatról és a nevettetésről. A szellemes programot a hercegi pár is elégedetten kísérte figyelemmel. A rendezvény végén minden szereplő felvonult, így a közönség ismét megcsodálhatta a mutatós jelmezeket. A résztvevők mindegyikét egy-egy gyümölcskosárral jutalmazták, emellett díjakat is kaptak a diákok. A legjobbnak a hét törpe csapata bizonyult, a második helyen azonban holt verseny alakult ki. A táncos fiúk, valamint az Ami a történelemkönyvből kimaradt című produkció osztozott az eredményen. Harmadikként a Friderikusz sógárdája került ki a fellépők közül. A csoportokon kívül egy egyéni jelmezt, az egeret is jutalomban részesítettek a rendezvényen.